Az elmúlt hétvégén immáron 27. alkalommal rendezték meg a Moson megyei színjátszó találkozót. Nagy Sándor, a Moson Magyaróvári Kulturális Egyesület elnöke a vendégem ennek kapcsán. Véletlen vagy a sors hozta, egy napokban közel 30 éves fotókat nézegettem, és talán az első színjátszó fesztiválra nekem is volt egy képem. Te hogyan emlékszel vissza a kezdetekre? Régen volt. Hát 1990-ben szerveztük meg az első színjátszó találkozót, akkor még egy megyei jellegű rendezvény volt. Valóban 2 évvel ezelőtt ünnepeltük a 25. találkozót, és ennek kapcsán egy ilyen színház történeti kiállítást rendeztünk, és előszedtük a régi dokumentumokat, tehát a régi plakátokat, színlapokat, kik léptek fel, tehát nagyszerű érzés volt számomra is, hogy ezeket a régi emlékeket felelevenítettem. Mennyire népszerű a színjátszó csoportok között ez a Moson Magyaróvári rendezvény? Örömmel jönnek még mindig hozzánk? Örömmel jönnek, mert 2 olyan sajátosság van, ami talán egyedülálló az országban. Az egyik sajátosság az, hogy ez nem egy felmenő rendszerű fesztivál, innen nem lehet tovább jutni. Tehát ilyen folytán nincs verseny, már vannak díjak, de verseny nincsen, tehát a színjátszó csoportok oldottan tudnak fellépni. A másik sajátosság pedig az, hogy nincsen nevezési díj, és az itt tartózkodás költségeit, szállást, étkezést a rendezők állják. Hát tehát ez nagyszerű, ugye? Tehát ez mindig ez húzás gyakorol a csoportokra. Tehát a párját is ritkítja az ország. Igen, ez nagyon egyedi. És ezt hogyan tudod ilyen lelkesen, vagy hogyan maradhatott ez így fenn egy szervezés szempontjából? Hát nem tudom, hát ugye ez a támogatásoktól függ, hogy ezt tudjuk biztosítani. Hosszú évek óta támogatja a rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap, a város önkormányzata támogatja a rendezvényt, és utóbbi időben Balogh Zoltán miniszter urat is elértük, az emberi erőforrások miniszterét is, pedig egyedik támogatásban részesíti a rendezvényt. Tehát mi mindig leírjuk, hogy az előző rendezvényeken mi történt, és elküldjük ezt a levelet egy támogatást kérő levéllel csomagban, és ennek eredménye, hogy támogatják a rendezvényt. És neked a személyes ambíciód még mi benne? Tehát azért most annyit akár meg is lehet unni valamit. Én nem unom meg, mert bár nem könnyű a szervezés, tehát ebben egy fél éves előkészítő munka van ebben a szervezésben, tehát januárban elkezdjük szervezni a rendezvényt, hogy május elején minden rendben legyen, de az itt fellépő csoportok, azok a produkciók, amiket látok, az mindig inspirál arra, hogy na meg kell rendezni jövőre is ezt a találkozót, mert nagyon sok érték teremtődik. Vannak olyan színjátszók, csoportok, akik itt tűntek fel esetleg, és most már országos hírűek? Vannak ilyen művészek, vannak ilyen kitűnő emlékeid? Nem biztos, hogy van, csak kérdezem. Hát előfordulhat, nekem úgy nincs rálátásom az országos színjátszó vérkeringésre, tehát eléggé a periférián vagyunk itt Moson-Magyaróvárot, de ugye mióta 2010-től beszerveztük az országos minősítéseket, azért látom, hogy melyik azok a csoportok, akik országos szinten is minősítettek, amelyeket országos szinten is számon tartanak. Tehát idén is volt 2 olyan csoport, amely országos minősítést kapott a produkciójára. Tehát ez azt mondatja velem, hogy azért országos szinten is azért számottevő rendezvény a Moson megye színjátszó találkozó. Pont ezt kérdeztem volna tőle, és most te meg is választod, hogy nem látsz rá úgymond a színjátszásra, szóval, hogy nem tudod, hogy milyen állapotban van a 25 évvel ezelőttihez képest az amatőr színjátszás Magyarországon. Él és virul, azt mondom virul, tehát mindig jönnek új csoportok, mindig vannak új kezdeményezések. A Moson megye színjátszó találkozó elsősorban az ifjúsági korosztályt fogadja be, bár vannak felnőtt csoportok is, de inkább az ifjúsági jellemző, és ez a korosztály minden évben megújul. Tehát ahogy egy általános iskolából, egy középiskolából elballagnak a diákok, de jönnek az elsősök, másodikosok, és ők is nagyszerű produkciót állítanak színpadra. Milyen produkciókat láthatunk idén, hogyan minősített a zsűri? Igen, tehát 3 fődíjat adott át a zsűri, és örömmel mondom, hogy ebből a 3-ból 2-t helyi csoport kapott,
mégpedig a Mosonszél Egyesület Színházi Társulata a Hippolyta Lakály zenés vígjátékát fődíjra minősítette a zsűri, és a Bolyai Színjátékkör színjátszó csoportja is fődíjat kapott, ez a Bolyai Iskolának a színjátszó csoportja. Ezen kívül pedig egy szlovák csoport, a Nyárasdi Tekelgők színjátszó csoport kapott még fődíjat. Ezek a nyárasdiak már nekem a 20 évről is rémelek, szóval... Igen. Tehát a csallóköziek meglehetősen hamar felfedezték ezt a színjátszó találkozót, és több mint 25 éve jár ide Moson Magyaróvárra csallóközi magyar anyanyelvű csoport, többek között Nyárasdról. Nyárasdról, Alistárról, Dunaszerdahelyről, Somorjáról, tehát ezek minden évben visszatérő csoportok, mert azt mondják, hogy nekik ez egy nagyon jó előminősítő. A szlovákiai fesztiválokra van egy Dunamenti Tavasz nevű amatőr színházi találkozó, ami május végén esedékes, idén is május végén lesz, és előtte nagyon jó bemutatni zsűri előtt, szakmai ítészek előtt a produkciót. Uh-huh. Egyéni díjak voltak? Igen, voltak egyéni díjak, tehát a zsűri 11 egyéni, illetve csoportos díjat adott át. Így színészi díjat kapott Dikházi Árpád, a Mosonszél Egyesület színházi társulatának a színjátszója. Egyébként ő rendezte a Hippolyta Lakály vígjátékot. Színészi díjat kapott a Soltis Lajos Színház színjátszója Sipos László Celdömölkről, és megosztva színészi díjat kapott Szabó Emma és Karácsony Laura. Ők a Novus Ortus Diák Színpad színjátszói, akik Dunaszerdahelyről érkeztek. De volt írói szerkesztői díj, amelyet egy győri csoport rendezője Verebélyi Veronika kapott, volt kollektív játékdíj, legjobb epizód szereplő díja, színházi nyelvújítás díja. Erről szülők külön szeretnék mondani, mert... Ez érdekesen hangzik, hogy színházi nyelvújítás. Igen, mert volt már hátrányos helyzeti csoport a színházi találkozón, de most először idén jelentkezett egy jelszínház. Egy halláskárosultakból álló budapesti társulat, akik mindent gesztikulálva, mimikával játszottak el, és egy jeltolmács pedig mondta a nézőknek a szöveget, amikor szöveget kellett mondani. Nagyon érdekes volt, és ők kapták a színházi nyelvújítás díját, de volt rendezői díj, és volt kollektív játékdíj. Összesen 11 díjat osztott ki a zsűri. Színvonalában mi volt a zsűri tapasztalata? Össze lehet-e foglalni egy-két mondatban, mert ugye a műsoridőnk végére járunk? Én azt gondolom, hogy átlagos színvonalú volt az idei találkozó. Talán kiemelkedő produkció, ami nekem tetszett, és a közönségnek is nagyon tetszett, ez a Mosonszél Egyesület Hippolyta Lakály előadása volt, ami egy egész estés produkció volt pénteken. Ez óriási közönség sikert aratott, és ez egy teltházas előadás volt itt a Felecskároly Kulturális Központban. Lesz 28. meg 30. Muson megyei színjátszó találkozó? Igen, lesz. Azzal búcsúztam el az idei találkozó a résztvevőktől, hogy jövőre május közepén ismét megrendezzük a Moson megyei színjátszó találkozót, és mindenkit szeretettel várunk a jövő évi alkalommal is. Köszönöm szépen Nagy Sándornak, hogy beszámolt az idei színjátszó találkozóról, önöknek pedig azt, hogy bennünket választottak. Kollégáim nevében búcsúzom, viszontlátásra!